Minden napjaink szerves részét képezik a közösségi oldalak és a különböző számítástechnikai eszközök használata. Mint ahogy az információkat is egyre többen az internetről szerzik be, úgy a fényképeket is az okostelefonon és számítógépen tároljuk, nézegetjük. Ritka az, aki kézzelfogható emlékként őrzi a fényképeket. A Zentai Bogdán Sztipán és felesége Zsófia számos főzőversenyen vett részt. Ezeket az eseményeket fényképezőgépükkel örökítik meg. Sok helyre menjünk főzni, nagyon sok baráttal találkozunk, és általában leszoktunk fényképezkedni, hogy az emlékbe megmaradjon, fogható emlékbe, és akkor később elővesszük, nézegetjük, és akkor emlékezünk arra, hogy milyen jó buli volt. Mi nagyon szeretjük nézegetni a képet esténként, vagy délutánonként, ha éppen van egy kis időnk, akkor a kisunokámmal elővesszük, és akkor beszélgetünk róla, hogy itt hol voltunk, mit csináltunk. Bogdánék az elmúlt tizen pár évben közel 2000 fényképet hívtak elő. A kidolgozott fotók iránti szenvedélyüket unokájuk Bolyán is örökölte. Ha elvesződik a telefon, akkor nem azokat a képeket, amit a telefonra ráfényképeztünk, azokat már nem fogjuk megtalálni. De így, ha belerakjuk egy szekrénybe vagy egy kovertába, mindig meg fogjuk találni és megnézni. Akadnak olyan alkalmak, amikor előhívjuk a fényképeket, és albumba, esetleg képkeretbe helyezzük őket. A műtermi fotózásba a gyerekeket, legtöbb gyereket fényképezünk nagyon sokat. A fiataloknál tehát vannak páros képek, egyedi lányok, fiúk, azért eljönnek inkább a lányok, mint a fiúk. Akkor eljegyzéseket fényképezünk, az most úgy megint úgy felkapta magát, tehát elég sok eljegyzést fényképezünk. Sokan szívesen előveszik és lapozgatják az esküvői albumokat is, melyekre a következő nemzedékek is kedves emlékként tekintenek.